Szeretettel köszöntöm nézőinket! Ma egy olyan kérdésről fogok beszélni, ami rengeteg termelőt izgat. Miért fattyasodik a kukorica, hogy kell ezt kezelni, hogy nézzünk egy olyan kukorica állományra, amelyik néha úgy néz ki, mint az őserdő. Ezért fontos témánk a kukorica fattyasodása. Alapvetően a kukorica rendszertani besorolását tekintve a pázsit fűfélékhez tartozik. Tehát teljesen természetes, hogy hajtásokat, oldalhajtásokat növeszt. Ezt különösen szeretjük a kalászos növényeknél, ahol bokrosodásról beszélünk. A kukorica esetében a főhajtás a talajszinten szinten levő csomókból sokszor előteljes mellékhajtásokat, úgynevezett fattyúhajtásokat fejleszt, amelynek száma változó lehet akár tíz is. Leggyakrabban azonban páros számú. A ezek a mellékhajtások a kukorica 3-4 hetes korában jelennek meg, lehetnek később is természetesen, de alapvetően ez az időszak, amikor megjelennek. Előfordul az is néha, hogy a talajszint feletti csomókból indulnak, és onnan jelennek meg ezek a mellékhajtások. Alapvetően megállapíthatjuk, hogy a kukoricára jellemző a fattyasodási hajlam. Ezen a dián olyan növényeket fotóztam, ahol megjelentek a mellékhajtások. Ezek a mellékhajtások általában vékonyabbak, általában kisebbek, hajlamosak arra, hogy virágképleteket hozzanak, sokszor együtt a kettőt, a hím és női virágzat, és a hajtás csúcsán, a mellékhajtás csúcsán megjelenik a címet, és megjelenik a cső is. Sok esetben értékes cső is keletkezik rajta, mind a jobb oldali felső képen is látható, és hozzájárulhat azzal, hogy még akár a termést is ilyen módon tudja növelni. Hátrány azonban, hogy ezek a környezeti hatásoknak kitett csövek és képletek vonzák a kórokozókat, kártevőket, így aztán megjelennek a rovarkártevők, rajta, megjelenik a golyvás ami nem egy szerencsés dolog. A főhajtás növekedését alapvetően a hőmérséklet, valamint a termesztési helynek a éghajlata, időjárása, magának a talajnak a nedvessége, és lényeges, hogy a hibrid tulajdonsága is meghatározzák. A hajtás növekedés minimum 6-8 foknál lehetséges, a gyökérzetén már 4-5 foknál elindul. A hibridek között, mint említettem, lényeges eltérés tapasztalható, hiszen a nemesítők sokszor szelektálnak arra, hogy lehetőleg ne legyen fattyúhajtás az adott hibriden. A fattyúhajtások megítélése amikor beszélek termelőkkel, gazdálkodókkal, elég változó. Van, aki azt mondja, hogy károsak, mivel a főhajtástól elvonják a vizet és a tápanyagot. Vannak, akik azt mondják, hogy semlegesek, semmilyen hatással nem bírnak a főnövényre, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a fattyúhajtások anyagfelvevő és asszimilációs tevékenysége az nagyban segíti a főha, főhajtásnak a növekedését. Ha megnézzük történelmileg, hogy mikor merült ez először ez a kérdés, hogy érdemes vizsgálódni a fattyúhajtások körül, már az 1800-as években Magyarországon találunk írásos emléket róla, a Magyar Gazdaság könyvében már foglalkoztak vele, és leírták ezt a jelenséget a kukoricánál. Aztán minden olyan országban, ahol jelentős kukoricatermesztés folyt, legyen ez az Egyesült Államokban, volt Szovjetunió területén, vagy Európa más területén. Neves szakemberek foglalkoztak azzal, föl is soroltam egy csomó szerzőt, hogy kik foglalkoztak ezzel, és milyen írásos dokumentumok találhatók. Ami nagyon érdekes, vagy az első ilyen nagyon fontos kísérletet, 1931-ben Dangen végezte az Amerikai Egyesült Államokban. Ez egy úgynevezett levelezési kísérlet volt, amelyet úgy végzett, hogy a fattyas növényekről eltávolította a fattyakat, és leszette a főhajtásnak a leveleit. A másik növényeken, a másik fattyas növényekről viszont nem távolította el a fattyakat, de leszette a leveleket. És mind a kettő növénycsoportnak megvizsgálta a tulajdonságait, megmérte a csövek súlyát, a magszámot, az ezer mag súlyt, a csutkasúlyt, a hektoliter súlyt, és a százalékot is és a vizsgálat eredményeképp megállapította, hogy a lelevelezett növényeken, ahol meghagyta a, fajt, a fattyúhajtásokat, ott az összes paraméter eredménye statisztikailag igazolható módon megbízhatóan növekedett. Magyarországon is folytak jelentős kísérletek, szeretném megemlíteni Dévai, Gáspár, Györfi munkásságát Martonvásáron az 1950-es években. 1957-ben megjelentettek egy nagyon fontos táblázatot, amit itt láthatnak a képen is, hogy a, fatyú, a főhajtáson eltávolított növényekkel kapcsolatos vizsgálati eredmények láthatók. Ők is megállapították, hogy a fattyas növényeken bizony a csősúly, a szemek súlya, csutkasúly, mozsolási százalék és az ezermag súly is jelentősen növekedett, vagyis nem károsak a fattyúhajtások. Vizsgálták azt is, hogyan működik ez a rendszer. Egy élettani kísérletet állapítottak meg, amely során 1958-ban Déva és Gáspár sugárzó izotopok segítségével vizsgálták a növényekben történő anyagáramlást. A vizsgálatuk célja az volt, hogy megállapítsák, hogy a fattyúhajtások befolyásolják-e a főhajtás anyagfelvételét, Vizsgálták, hogy a lehetséges-e az anyagáramlás, főleg az asszimiláta a szállítás a fattyúhajtás és a főhajtás között, és vizsgálták azt is, hogy ha van anyagáramlás, az mennyiségileg milyen irányú és milyen arányú. Az eredményeik azok voltak, hogy a fő és a fattyúhajtások anyagfelvétele független egymástól. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mind a fő, mind a fattyúhajtás külön-külön dolgozik tulajdonképpen, Működik. Megállapították azt is, hogy a foszfor szállítás intenzitása a fattyúhajtásból a főhajtásba 3,3 szorosa a főhajtásból az oldalhajtásba irányuló foszforszállításnak. Vagyis eredményességük, munkájuk az bizonyította, hogy a fattyúhajtások anyagfelvevő és asszimilációs tevékenysége minden esetben segíti a főhajtás fejlődését. Ezért bátran elmondhatjuk, hogy a fattyúhajtások szerepe kiemelkedő, nem kell ettől félni. Lehet, hogy valaki egy kicsit nem tartja szépnek azt a kukoricaállományt, sok fattyú van, viszont jelentősen növelhetik a termés mennyiségét. És megemlíteném azt is, hogy például a silócér a termesztett kukorica esetében a fattyúhajtások zöld tömege jelentősen emelheti a hektáronkénti hozamot. Arra azonban nem kaptunk választ, hogy igazán mi okozza azt, hogy egy főhajtás elindít, vagy egy növény elindít egy mellékhajtás növekedést. Minden esetre azt gondoljuk, hogy mindenképpen valami extrém viszony mellett következik be. Hideg, meleg, változó vízellátás, sok minden befolyásolhatja, nem tudjuk azt az adott pillanatot, hogy mikor indítja el a növény a mellékhajtásnak a növekedését. Azonban fontos megemlíteni két olyan extrém körülményt a kukorica esetében, ami nagyon komoly hatással lehet a kukorica termesztésünkre. Az egyik a fagyhatás. Ugye egy korai fagy elviheti a kukoricánkat. Ez, ezzel kapcsolatos vizsgálatok már az 1940-es években folytak Amerikában, ahol a megállapítás az volt, hogy minden esetben akkor van probléma, hogyha a tenyésző csúcsot akkor éri el a fagy, amikor az a fagy határ felett van, magyarul a tenyésző csúcs az elfagy, és akkor már nincs regenerálódás. Viszont, hogyha nem éri el ezt a részt, akkor nem lesz semmilyen probléma. Nagyon csúnyán fog kinézni egy ilyen kukorica állomány. A jobb oldali képen látható egy ilyen ö, fotó, amelyen látszódott, hogy egy olyan egy 8 centimére vetett ö, kelés esetében a fagyhatár olyan 5 cm körül alakult, tehát 5 centiig a talaj felszínétől számítva elfagyott a növény. Viszont a tenyésző csúcs az olyan 3-3,5 centinél volt, így az nem fagyott el, és a növény teljes mértékben regenerálódni tudott, és a kísérletek arra is rávilágítottak, hogy ez igazán a termés mennyiségét nem befolyásolta megbízható mértékben. Azonban a fagy nagyon fontos szerepet játszhat a betakarítás időszakában, a legérzékenyebb a kukorica a fagyra, az érés felé tartó növény levélzete a fagyhatására hatására teljesen elszárad, és ez bizony komoly terméscsökkenéshez és minőségromláshoz is vezethet. Egy másik ilyen extrém tényező lehet a kukorica esetében a jégeső. Itt elmondhatjuk, hogy a hajtás a címerhányás időszakában a legérzékenyebb a jégesőre. Előtte és utána viszont a növény regenerálódó képessége nagyobb mértékben csökkenti a ténylegesen mérhető kárt. A jégesőnél nagyon fontos figyelembe venni, hogy annak milyen minősége van, hogyha nagyon sok vízzel érkezik a jégeső, akkor kevesebb kárt okoz. Ha viszont egy nagyon komoly jégverés van, akkor valóban komoly gazdasági kár következhet be. Amit még a jégesőnél, amikor állományba ér a kukoricát tudni kell, hogy sajnos ezzel utat nyit fertőzéseknek, kártevőknek, kórokozóknak, és itt egy másodlagos káról is beszélhetünk ilyen esetben. Köszönöm szépen a figyelmüket! Üdvözlöm kedves nézőinket! A mai előadásunkban a kukorica idő fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Mégpedig három éves rlgt és fejlesztői kísérleteken tapasztalataink keresztül. Az RLGT kísérleteiben háromféle vetésidőt tesztelünk. Az egyik a kék oszloppal jelölt április elejé, azaz korai vetés. A második a vörös oszlopban lévő optimális április közepei vetés. A zöld oszlop jelöli a késői május elejé vetést. Vannak olyan hibridek, mint például a Hexagon FAO 410-es, amelynél az optimális vetésidő kiemelten fontos. És vannak olyan hibridek, mint például az RGT Lextour, amely bármelyik időpontban vethető nagyon rugalmasan. A 2019-es év egy merőben más év volt, mint a 2018-as, sokkal gyengébb csapadékeloszlással, és ami nagyon fontos, hogy tavasszal egyáltalán nem volt csapadék, rendkívül szá száraz tavaszt tudhatunk abban az évben magunkénak. Itt gyakorlatilag nagyon fontos volt az, hogy optimális időben legyenek elvetve a hibridek. Mint látható, itt a április közepei vetések voltak a legjobbak, de itt is megfigyelhetjük a tendenciákat, miszerint, hogyha megnézzük az RGT damixus a korai vetést helyeztük előtérben, hiszen sokkal jobb termés potenciája lett. Hogyha megnézzük az RGT X-ot, akkor gyakorlatilag a korai és az optimális vetésidők voltak a legjobbak. A 2020-as év már rendkívül hasonló volt a 2018-as évben tapasztaltakhoz. Itt gyakorlatilag az optimális és a korai vetésidők voltak a legjobbak, de az egyes vetésidők között olyan óriási differenciát nem tapasztalhattunk. Ami sokkal érdekesebb, az a betakarítási nedvesség tartalom, amit itt a vonalakkal jelölök. A az első legkorábbi vetés a zöld vonallal van jelezve, az optimális, azaz a köze, az április közepén vetett betakarítási nedvesség tartalmak az a sárga vonallal van jelölve, és a piros vonal az pedig a késői vetésnek a betakarítási nedvesség tartalmát jelöli. Mint ahogy látható, a korai és az optimális vetésidő betakarítási nedvesség tartalmában 3%-os eltérések vannak, majdhogy nem minden hibrid átlagában nézve. Hogyha megfigyeljük a korai és a késői vetési időtartalmat, akkor már 6-7%-os betakarítási nedvességtartalom különbséget könyvelhetünk el. Összefoglalva én azt mondanám, hogy oda kell figyelnünk a hibridjeinknek a vetés idejére, hiszen óriási különbségek eredhetnek abból, hogy mikor vannak elvetve, és ennek függvényében, hogy mekkora nedvesség tartalommal tudjuk betakarítani a vegetáció végével. Kérem őket, hogy a katalógusban szereplő ajánlásokat kövessék nyomon, és ez alapján próbálják a legmegfelelőbb, legoptimálisabb körülményekben elvetni a hibrideket. Köszönöm szépen a figyelmet! Szép napot kívánok mindenkinek! A riport idején hét ágra süt a nap, ez már jelzi azt előre, hogy közeledik a tavasz. Ennek az első mozzanata, hogy ugye a tavaszi vetési növényekhez a vetőmagot szerezzük be. A Vetőmag Szövetség jelenlegi tudása információi szerint a vetőmag 95%-át legalább lekötötték a termelők, soha nem volt még ilyen korai vetőmagértékesítési adásvételi szezon. Ez azt is jelenti, hogy a termelők rendkívül fontosnak tartják a vetőmag időbeli beszerzését. Azonban a vetőmag feldolgozások még folynak, így tudni kell, hogy néhány hibridből még nem rendelkezünk pontos számadatokkal, hogy mennyi vetőmag fog rendelkezésre állni. Így kérem a termelőket, hogy folyamatosan tájékozódjanak a kereskedőknél. Hogy a megrendelt vetőmagot mennyiségben, minőségben meg fogják-e kapni határidőre. A vetőmag szakma arra készült egyébként, hogy mindenkinek a kiszolgálása pontos és jó legyen. Hiszen a vetés az a munkafolyamat, amelyre azt szoktuk mondani, hogy ha ezt a munkát elrontjuk, akkor ezt a hibát rendkívül nehéz vagy lehetetlen kiavítani. Úgyhogy a következő nagy feladat, az, hogy készítsünk megfelelő magágyat a vetőmagnak, hiszen ha egy jó vetőmagot vásároltunk, akkor ugyanilyen igényességgel készítsük el a magágyat is, hiszen a jó termésének az alapfeltétele, hogy a vetőmag megfelelő mélységbe, megfelelő sortávolságra, megfelelő tőtávolságra kerüljön elvetésre, hiszen a pontos növényszám generálója a biztos és elérhető terméshozamnak. Szerencsére most éppen jó idő van, hét ágra süt a nap, ilyenkor könnyű erről beszélni, hogy a jó vetésre hogyan készüljünk föl. Én a termelőknek azt kívánom, hogy most nézzék át a vetőgépeiket, most készüljenek föl az agronomus kollégák arra, hogy ezt a vetést hogy időben rendkívül jó minőségben végezzék el. Én ezzel a Mondattal vagy zárszóval kívánnék mindenkinek sikeres kukoricatermesztési évet, nagyon jó munkát, jó egészséget, főleg ez utóbbit, hiszen mindenki tudja, hogy járvány van. Vigyázzunk egymásra, végezzük el a munkákat precízen, pontosan, hiszen ez a jövőnek az alapja, minden jót kívánok mindenkinek.